Ünnepélyes keretek közt adták át rendeltetésének a tavaly megújult kültéri sportpálya utolsó szakaszát a Jókai Mor alapiskolában. Keszeg Béla polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a város elkötelezett célja volt, hogy az önkormányzat fenntartásába tartozó összes alapiskolában megtörténjen a kültéri sportpályák felújítása. A mostani felújítás lényegében az elkezdett munkálatok utolsó szakasza. Ha csak az iskolát nézzük, akkor az elmúlt 4 évben folyamatos volt a fejlesztés. A belső térben, a tornateremben, a konyha föl lett újítva, a kültéri tornaterem, a fűtésrendszer, a világításrendszer, és azt gondolom, hogy talán itt egy pontot tettünk az íre, hiszen ahogy elhangzott a fölvezetőkben, 1955 óta várják ezt a fejlesztést, amikor lényegében át lett adva, és azóta nem voltak itt fejlesztések. Két szakaszba, egyrészt a sportpálya, a focipálya elkészült, most pedig a kosárlabdapálya és a futópálya. Lényegében azt hiszem, hogy az egész teret teljesen más hangulatba hozta, de igazából az, amit igazán szeretnénk, hogy ez legyen élettel tele. Tehát az adottságok megvannak, hogy a gyerekek mozogjanak. Bízom benne, hogy ez lesz a jövőben is egyik legjobb vakcina, hogy itt kint lesznek, rengeteget mozognak, tanárok és szülők is akár kihasználják ezt a lehetőséget, együtt legyenek, és hát abba bízom, hogy mindig sportolással és egészséges sportolással, versennyel, labdajátékokkal és ilyennel lesz tele, ezért érni meg elvégezni ezt a munkát, és ezért érni meg az ilyen fejlesztéseket elvégezni a városban. Mátyás Katalin, az intézmény igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a felújítással egy régi álom vált valóra, és köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek ennek megvalósításában. Nagy álom volt ez a mai. Ez már elkezdődött jóval hamarabb. 2019-ben a benti egyetlen tantermünknek a védőburkolata fala újult meg, szülői munkaközösség segítségével és a város segítségével, majd felújulta, illetve teret kapott a kinti tanterem, szintén egy elég szép összegben, amit szintén a város, illetve szülői munkaközösség finanszírozásával és hozzájárulásával valósult meg, valamint sikerült aztán a konyhát felújítani, a 150 ezer euróból újult meg, továbbá pontosan 1 évvel ezelőtt lett átadva a kinti multifunkciós sportpálya, szintén a város vezetésének a finanszírozásával, és hát úgy, ahogy említettem, nagy álmot dédelgettünk, hogy a futópálya és a kosárlabdapálya is a mai napra elkészült, és tényleg egy új, korszerű kinti tantermet tudtunk ma megnyitni a gyerekek számára. A Jókai Mor alapiskola diákjai hosszú évtizedeken keresztül sikeres és dobogos résztvevői voltak a különféle sportversenyeknek. A korszerű sportpálya nagy segítséget jelent a sikeres sportélet folytatásában. A sportolás az egyik fontos lételem minden gyerek, minden személy számára. Mozogni kell, mozogni jó. Tehát ezért is fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél többet mozogjanak, minél többet legyenek kint a friss levegőn, amennyiben csak lehet. Minél több szakkört látogassanak, ami nem csak a tanulmányi előmenetet segíti elő, de természetesen a sportot és a mozgást is. Úgyhogy számunkra ez most nagyon fontos volt. Az intézmény vezetőségének célja, hogy a közeljövőben újabb fejlesztéseket sikerüljön megvalósítani. Már most dolgoznak a pályázatokon, hogy idővel egy korszerű, a 21. század kihívásainak is megfelelő intézményt látogathassanak a diákok.